Már a meccs elején megszerezte a vezetést az előző két fordulóban 5 pontot elhullajtó Kisvárda, Misics baloldali beadását Horváth látványos mozdulattal ütte a kapu jobb oldalába. A félidő derekán megduplázhatta volna előnyét a házigazda, Horváth azonban nagy helyzetben Kovács kapust találta telibe. Szünet után 9 percet kellett várni a következő találatra, Ilics jobb oldali beadása után Horváth szerezte meg saját maga és csapata második gólját. A vendégek nem adták fel, mentek előre, és a 67. percben siker koronázta erőfeszítésüket, orosz kapu elérőt labdája gyömbéről vágódott a hazai kapuba. A folytatásban is támadott a Sorossár, gólt viszont a hazaiak lőttek, ismét Ilics adott középre, a sereként beálló Olá pedig végleg eldöntötte a 3 pont sorsát. Szeretném megdicsérni a játékosokat, mert nagyon nagyot küzdöttek, amikor lehetett, akkor próbáltak játszani. Én azt gondolom, hogy a szép gólokat sikerült szerezni. Nyilván voltak olyan lehetőségek, amik még százasak voltak, és be lehetett volna lőni őket. Viszont azt mondom, azért fontos és azért szép ez a mai győzelem, mert egy jó játszó ellenfelet sikerült legyőzni. Nagyon kulturáltan futballozott az ellenfelünk, és okoztak nehéz pillanatokat. Például az első félidő végén ott beszorultunk, ott azt vártam, hogy legyen félidő, hogy tudjuk rendezni a sorokat. Utána tudtuk, nagyon jókor jött a gól. Hát igazából azt mondom, hogy a gólokat mindig jókor lőttük. Ugye itt a 2-0-nál kaptuk ezt a gólt, hiába szóltam, hogy az orosz márka nyilván balra fogja vinni a labdát, de hát nem ismerték még, és ő nagyon jól lőtte be, viszont 2-1 után megint a harmadik gólt, azt jókor sikerült lőni. A vendégek edzője a vereség ellenére sem volt elégedetlen csapata teljesítményével. Maximálisan elégedett vagyok most a játékosaimmal, annak ellenére, hogy kikaptunk. Én úgy érzem, hogy az első két gól, amit kaptunk, az elkerülhető volt. Tudom, hogy minden gól hibából adódik, de el lehetett volna kerülni. Első fél időben, én úgy gondolom, az első 20 percben jobb volt a Kisvárda, utána én azt gondolom, hogy nekünk is voltak lehetőségeink. Itt volt egy két szituáció, ugyebár a Kundráknak a 11-ese, amit meg lehet adni véleményem szerint, de 1-0 után lezárhatta volna a mérkőzést, én úgy gondolom a Kisvárda, mert a Kovács Dani védett egy nagyon nagy bravúrt, és utána pedig sikerült gólt rúgnunk, visszajöttünk a meccsbe, és hát a harmadik gól ismét egy olyan hibából született, amit egy bedobás után szépen lejátszottak, de igazából ott a 2-1-nél is még a gárdosnak is a lábába volt egy, amit szépen védett a Kisvárda kapusa. A forduló további eredményei a következők: Zalaegerszeg Kazincbarcika 2-2, Cegléd Budaörs 1-2, Békés Csaba Budafok 0-1, Vác Szolnok 0-0, Mosonmagyaróvár MTK Budapest 2-2, Győr Grosics Akadémia 0-0, Siófok Dorog 0-1, Csákvár Nyíregyháza Spartakusz 1-1 és Sopron Diógyőr 1-2. A tabella élén az MTK áll 79 ponttal, megelőzve a 68 pontos Kisvárdát és az 58 pontos Békés Csabát. A Kisvárda a következő fordulóban a Kazincbarcikához látogat.